Petőfi Sándor legismertebb ábrázolásának, a daguerotípiának az a híre, és az az izgalma és érdekessége, hogy Szendrey Júlia számára készítette volna Petőfi Sándor 1847-ben. A történet azért érdekes, mert izgalmas, nagyon szép és romantikus, de nem igaz. 1989-ben derült ki ugyanis, hogy a daguerotípia 1845-ben készült, 1845 nyarán. Hát hogyan tud ez kiderülni ennyi idő távlatából? Az történt, hogy Flesch Bálint fotográfus, fototörténész, fototechnika történész elkezdte gyűjteni a daguerotípiákat, és rábukkant Egressy Gábor színész anyagára, Egressy Gábor színész daguerotípiáira. Tehát ebből is kiderült, hogy a híres színész, aki egyébként Vörös Martinak és Petőfinek nagyon jó barátja volt, daguerotípiákat készített. Tehát 1843-44 körül vásárolhatott egy masinát, és fiának, Egressy Ákosnak a naplójában olvasható, hogy apám 1843-44-ben barátairól, többek között Tompáról, és önmagáról, és Petőfi Sándorról is több daguerotípiát készített, és aztán egyszer csak leírja, hogy 1845 nyarán rábírta Petőfit is arra, hogy üljön neki, aki nem szerette volna ezt semmiképpen, de végül kötélnek át, és nem volt egyáltalán elégedett azzal az eredménnyel, ami született, tehát ezzel a daguerotípiával nem volt elégedett az ábrázolásával. De hát hogy is nézett ki Petőfi? Ugye nagyon sokat olvashatunk az ő külsejéről, annyi mindenképpen ismeretes számunkra, hogy egy középtermetű, sötét szemű, fekete hajú fiatalemberről beszélünk, kicsit ovális arccal, olykor barna szakálla, bajsza volt, hosszú nyaka, kiugró Ádám csutkája, a hangja egy kicsit rekettes volt, szaggatottan nevetett, gesztikulált és sokszor beletúrt a sűrű hajába. És egy izgatott, kicsit izgága fiatalembert írnak le az emlékezők. Hát mit láthatunk ezen a daguerotípián, ami azért elég elmosódott az évek folyamán, hogy egy szökhajú, tehát ugye az azt jelenti, hogy barna hajú, nem sűrű, egy szökhajú fiatalember van rajta, és kicsit valóban előreszegi a fejét, ahogy szokták mondani, hogy úgy járt, és a felső ajka valóban egy cseppet előre áll, azt mondják, hogy ez amiatt volt így, mert az egyik szemfoga egy kicsit oldalt nőtt. Tehát ez a bizonyos daguerotípia nem volt túlzottan Petőfi kedvére való, és többször nem is állt kötélnek, ahogy írja ezt Egressy Ákos, tehát Egressy Gábornak a fia. 1845-ben készült különben róla egy Barabás litográfia, amire azt mondják még, hogy talán a legizgalmasabb a későbbi 46-os, 47-es, 48-as Barabás féle metszetek után, és ez egy picit ugyan idealizált, de mégiscsak a kortársakat, például Kertbeni Károly írót nagyon emlékeztette később is Petőfire. Ugyan idealizál, de mégis azt mondja, hogy valahogy a lobogása érzékelhető volt Petőfinek. Hát hogyan került elő? Mert tudnunk kell, hogy az 1870-es években eltűnt a daguerotípia egy hosszú időre. Tehát hogyan is élte át az idők viharát? Ez itt a kérdés. Nagyon sokáig nem volt meg, az 1870-es években nem találták. Tehát gyakorlatilag hát mi is történt? Ugye megörökölte Júlia, Júlia után pedig megörökölte Zoltán. És Zoltán halála után pedig egy Belica Imra nevű orvos, aki Zoltánnak az orvosa volt, és azt lehetett tudni, hogy a Belica családnál tűnt el. 1949-ben Rózsa György történész, a Nemzeti Múzeum munkatársa egy nyomozást indított, hogy hol lehet Petőfi daguerotípiája. És az történt, hogy a nyomozás úgy kezdődött, hogy felütötte a telefonkönyvet, és tudta, hogy a Belica e-mailje fontos, és meglátott benne egy pár belicai nevet, és elkezdett telefonálgatni. És az egyik belicai család az a család volt, és azt mondta, hogy ő elmenne hozzájuk, elment hozzájuk, és felmentek együtt a padlásra. És teljesen, mint a mesébe, hogy elképzeli egy történész, vagy irodalomtörténész, egyszer csak a padlásban a csomagok között egy teljesen elszürkült, elfeketedett képet találtak, hát ez volt a daguerotípia. Mellette volt egy levél is, nem lehet tudni, hogy ki írta, egy Albert írta valakinek, hogy mellékelem Petőfi Sándor képét, alig kivehető, nem tudom, mit tudtok vele kezdeni. Tehát ez a levél volt mellette.
Hát ugye teljesen sötét volt a kép, valamit kellett vele kezdeni ahhoz, hogy látható legyen, és akkor megkereste Eser Károly fotóművészt, Rózsa György, és Eser Károly 1955-ben, akkor ugye néhány évközben eltelt már, 55-ben megtisztította a daguerreotípia felületét valami olyan ciános oldattal, ami levette róla az oxidációt, de azt mondják a fotótechnika történészek, hogy ezáltal viszont létrehozott egy olyan réteget a daguerreotípia felületén, ami azt fog eredményezni, hogy szép lassan, fokozatosan ez el fog tűnni. Egyébként, hogy besötétedett, az természetes, mert a daguerreotípiáról tudni kell, hogy egy ezüstözött felületre készült. Korábban, amikor nagyon értékes daguerreotípiák voltak, ezüstlemezt használtak. Ez azonban egy ezüstözött rézlemezre készült, és azért tűnik nekünk olyannak a felülete, mintha a tükör volna, és azért történhet meg vele, hogy befeketedik, ahogy otthon a nagymama ezüst kanala is befeketedik, és ugye hát nem volna tanácsos szidollal mondjuk megtisztítani egy otthon lévő daguerreotípiát, ha valakinek van még ilyen. Tehát Eser Károly megtisztította, láthatóvá vált és csinált róla sok-sok fényképsorozatot, és gyakorlatilag azt mondhattuk tehát, hogy 1955 óta, 55-ben is és 56-ban is publikálta, 55-56 óta ismeretes ez a mai daguerreotípia, ami nagyon sok művészeti ábrázolásnak vált az alapjává az elmúlt évtizedekben. Thank you.